Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm az itt megjelenőket, és egyúttal nagyon köszönöm a Holnap Kiadó nevében, hogy megtiszteltek Önök minket a jelenlétükkel. Egy olyan alkalomból rendeztük ezt a könyvbemutatót, ami egy rendkívüli éve volt a kiadónak. Még nem fordult elő az, hogy időben, karácsony előtt 6 kiadványjal meg tudtunk volna jelenni. Éppen ezért, főleg egy Vörös Endúri vers után, és azok előtt, akik a könyvek avatott ismerői, és vagy szerkesztői, vagy fordítói, vagy kritikusai, nem szeretnék a könyveinkről szót ejteni, mindösszesen azon gondolkodtam el, hogy a korábbi évek ellenére ebben az évben hogy ez létre tudott jönni. És arra az eredményre jutottam, hogy tulajdonképpen azon múlott, hogy ennek a kis közösségnek mindösszesen 8 tagból áll a Holnap Könyvkiadó, tulajdonképpen 5 munkatársa fiatal. És ha én ezt előbb tudom, hogy a fiatalokra ilyen módon számítani lehet, akkor nem töltök el 25 évet a saját korosztályommal a kiadóba, akikkel nyögben nyelven és nehezen és egymást civakodásával vagy nem töltöttük az időt, és sok esetben nem jelentek meg pontosan a kiadványaink, sok-sok bosszúságot okozott ez számunkra. De mióta ők itt vannak, és abban a hozzáértő korszerű tudással, ami manapság a számítógépes ismeretet, a nyelvtudást jelenti, megváltozott minden. Végül is ennek köszönhetően, hogy ezekkel a tulajdonságokkal ők rendelkeznek, még társult egy másik olyan, ami a tisztességet is jelenti, és ha az ember ebben az 5 emberrel, akiről jelenleg most beszélek, együtt tud dolgozni, akkor annak az embernek olyan szerencséje van, mint nekem. Ezért egy kicsit érzelmi alapú ez, amit mondok, de talán manapság nem is divat moralistának lenni, de minden esetre jó. Ez volt az egyik, amit szerettem volna Önöknek elmondani, a másik az, hogy a 8 kötet közül van egy, a kiadó építészeti sorozatán a 14. tagja, amely Lajta Béla munkásságát öleli fel, aki az egyik legnagyobb építész volt, korának legnagyobb építésze volt, és az előtt, a Gerlei János előtt szeretnénk tisztelegni, aki az egész sorozatot életre hívta, a kiadó legnagyobb vállalkozása. A sorozat 14. tagját teszi ki Lajta Béla művet, és ami a szomorú benne, hogy Gerle Jánosnak a legfontosabb kötete lett volna, és Gerle János, ha jól emlékszem, talán napra, tavaly óta nincs köztünk. Ezért ezt is aközé kell, hogy soroljam, hogy a kollégák biztatására fogadalmat tettünk, hogy akármilyen nehéz áron is a Lajta kötet, ennek az évnek a karácsonyára napvilágot lát. És megvan. Tehát köszönöm mindazoknak, akik a kiadóban ezt a munkát ilyen módon komolyan vették, akik jókedvűen és humorral csinálják ezt a közös teendőt, akik szeretnek bejönni dolgozni, és természetesen ezáltal én is. Úgyhogy ehhez még az is hozzátartozik, hogy ők megérdemlik azt, hogy név szerint elmondjam, ők a szerkesztőségi titkárunk Gonta Borbála, itt ül a könyvcsomagokon, a kereskedelmi menedzseri munkát Rácz Panni végzi, a művészettörténészünk Keller Zsuzsa, és egyben nagyon szépen beletanult a szerkesztői munkákba is. A
az egész reklámot, a kiadó népszerűsítését és a vele járó nagyon-nagyon nehéz munkát, pedig Nyilasi Bence fémjelzi. Úgyhogy köszönöm nektek, és kérem, hogy legyetek büszkék erre, hogy ilyen produkciók vannak mögöttetek és mögöttünk, és remélem, hogy jövőre még ennél is jobb munkát tudunk közösen elvégezni. És természetesen nem akartam kifelejteni, de már Bence figyelmeztetett is, hogy van a korosztályon kívül még néhány ember, én, de rajtam kívül a kiadó művészeti vezetője, Horváth Andrea, akinek a feladata a szép, a kötetek jó megjelenése, és egyáltalán esztétikailag olyan garanciát nyújt Andrea számunkra, ami nélkülözhetetlen szintén egy könyvkiadóban. Arról nem is beszélve, hogy ő is egy olyan jellemes és megbízható ember, ami nekem legalábbis nagyon fontos. Köszönöm, hogy eljöttek még egyszer, érezzék jól magukat, hallgassák érdeklődéssel és jó szívvel azt, amit itt az avatott és hozzáértő emberek mondani fognak, akár szerkesztőként, akár fordítóként, akár kritikusként, de reméljük, hogy a kötetek, vagy az elkövetkezendő években a köteteink épülésére fog szolgálni. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, nem különben vendégeinket, ezt a nagyon díszes vendégsereget, akik vállalkoztak arra, hogy a Holnap Kiadó gyönyörű könyveit ma egy kicsit közelebb hozzák hozzánk. Elsőként Tarján Tamással fogunk beszélgetni, aki József Attila díjas irodalomtörténész, színikritikus, dramaturg, egyetemi tanár, nagy esszéista. Szeretettel köszöntöm körünkben. És Telsánszky Józsi Jenőről lesz szó, aki ugye 1888-ban született, 69-ben halt meg, és hát én már az irodalmi osztályon szerkesztőnként vele sajnos nem találkozhattam, de Albert Zsuzsa kolléganőm nagyon jó barátja volt Telsánszky Józsi Jenőnek, és rengeteg anekdotát jegyzett föl, amit önök is megtalálnak a Legendás Irodalom című kötetben, többek között ilyeneket, hogy a Márvány utca sarkán volt egy Koldus barátja, akit szintén Jenőnek hívtak, aki ez rendszeresen járt kölcsön kérni. És még mondta, Jenőkém, egy százassal jó vagyok nálad? Jó, persze, adok neked, Jenőkém, mondta Koldus, és akkor ő mindig visszaadta. Vagy a másik klasszikus anekdota, hogy felszállt a buszra, és mondjuk a villamosa az még tágabb volt, és a villamos egyik feléről oda kiabált Cseres Tibornak, hogy hallottad, bemondta az angol rádió, hogy ezek a disznók rövidesen lógni fognak. Üvöltötte végig az egész villamos, hogy életveszélyes volt vele találkozni, majd utána oda ment Csereszer, és a fülébe súgta, hogy te találtam egy szép furulyát, majd megmutatom neked ezt olyan titkosan. Na, szóval rettenetes, sémes ember volt, és nekben azért mondtam ezt el, mert olyan hírben keveredett Telsánszky Józsi Jenő, mintha ma már nem lenne olyan divatos, pedig az ő Kakukk Marci alakja annyira egybefort az életművével, hogy nem tudom, és ezt már Tamástól kérdezem, hogy volt-e, van-e, lesz-e a magyar irodalomban még egy olyan alak, aki az írományaival ennyire egyé vált, és annyira Kakukk Marciként tartjuk ma is számon? Remélem, hogy nem lesz, nem kell egyből egy másik. Telsánszky volt róla, József Attila, ugye, akinek tegnap a halála évfordulójára emlékeztünk, ma meg a mamájának a névnapja és a születésnapja van. A Kakukk Marci című versében azt írta, hogy azért születtél, hogy plébánia légy a templom egerének. Ezt gondolta Telsánszkyról. Hát ennél többet nem kell róla gondolni. Illetve akik itt vannak, és éppen itt a hadikban, illő azt gondolnunk, hogy ő egy kicsit ennek a kerületnek a gyermeke is volt. Nem azért, mintha ide született volna, hiszen nem Nagybányán született, de itt dolgozott, a mostani Szeged étterem helyén volt, Gellért étteremben, illetve Presszóban, és hát például Albert Falván volt egy darabig földbirtokos. Mi az, ami ma megragadhatja a mai olvasót? Azon kívül, hogy minden, csak nem értjük, hogy mitől nem. Az, amire mi gondolunk itt egy páran.
ebből egy szót se értek, de én megpróbálok arra gondolni, amire én gondolok. Terszánszki egy kiváló író, akit egyáltalán nem csúsztatott hátra az irodalmi elismerésben, se az irodalomtörténeti kánon, se az olvasói figyelmetlenség. Ezek a kisregények azonban, amelyekből kettő is benne van ebben a kötetben, ezek és jó néhány más írása, novelláinak a legjobbjai, azok igazán kedvelt dolgok. Ebben a kötetben az egy Vezérvika emlékiratai és a Legenda a nyúlpaprikásról című kisregények szerepelnek. Ezek az 1930-as évek közepén íródtak, amikor Terszánszkit már Eszter nem vette volna fel a Holnap kiadóhoz, mert az 50. életévén túljárt. Még fiatal volt ugye lélekben, és fiatal volt ő haláláig egyébként. Nekem bízóra reolvasóként 18 éves koromban szerencsém volt a Gavar utcai lakásában megfordulni, később pedig a második feleségének, Szántó Margit nénének a vendégeként, és láttam, hogy Terszánszkinak nagyon kevés könyve volt. És az volt a vélemény, hogy a könyv a legrosszabb dolog, mert amikor menekülni kell egyik helyről a másikra, akkor a könyvet cipelni kell. Az ember legyen szabad, mondta Terszánszki, és ne kelljen egy puttonyi könyvet magával vinni, ezért még a saját könyvei sem feltétlenül voltak meg neki. Az nem felelne meg a valóságnak, hogy az állattörténeteit, amelynek a legnagyobb mestere az úgynevezett állattörténetnek, és ezen belül a pikareszk állattörténetnek, ő volt a magyar irodalomban, nem felelne meg a valóságnak, hogy ő tanulmányozott állatokat. De az állatoknak a szabad, így mondanom, a lelki világát, az ő emberekre orientált érzékenységével, mint egy antropomorfizálva, emberiesítve az állatokat, nagyon jól ismerte, és az ő állatai valójában emberi lények, méghozzá az emberi társadalomnak a szegényebb, aljább régióiból érkező, és vagy feltörekvő, vagy ott csendesen, szerényen megmaradó figurák. Az elmúlt, mit tudom én, 50 évben nem sokat beszéltünk róla, nem sok minden volt látható, nem? Nem, sok minden volt látható. Elnézést, hogy ellen kell mondanom. Én nagy híve vagyok ilyen sajtótájékoztatókon, könyvbemutatókon a anekdotáknak, csak ezeknek a fele nem igaz. És a másik fele, amelyik szintén anekdota számban megy, azok a fontosabbak. Ugye Terszánszki az ösztönös lény, a pikáró hős, aki cigánykerekezzel megy végig az utcán. Igen, de ez a cigánygyerekező ember úgy tudott angolul, mint a vízfolyás. A Holnap kiadó, amely Terszánszki műveinek régóta otthona, sorozatszerű megjelentetője, sorozaton kívül immár nagyon sok Terszánszki kötettel büszkélkedett, tanúsítja, hogy Terszánszki legkedvesebb író kartársában, ahogy ő mondta, példaképpen Jack Londont ő fordította, ugye magyarra, mai napig Terszánszki fordításában olvassuk az életműnek számos kisebbikai munkáját. Ezen kívül ez ember, amikor elhatározta, hogy zenebohóci, színészi világkarriert csinált, abban a pillanatban letette a poharat, 3 évig nem ivott, később nem dohányzott, hogy a hangját óvja, később egyáltalán nem dohányzott már, és ezek az alkohol történetek is azért részben igazak, részben nem. Belefér Terszánszkiba az alkohol, mert szépen megnőtt ember volt, másrészt gyakorolta 5 éves korától az ivást, tehát nem tette ez annyira őt próbára. Ezen kívül ösztönös írónak szokták őt nevezni, és valóban ugye a könyveiben látszik bizonyos slendriánság, ami egy utolérhetetlen stilisztikai fogás. Őnek az volt a véleménye, hogy minél több bekezdést írunk, annál hosszabbnak tűnik a könyv, és akkor nagyobb honoráriumot kap. Tehát akkor még nem karakterre számolták, hanem úgy, hogy az író istápjai, a szerkesztők rálegyintettek. Ezen kívül Terszánszkiról azt is följegyezték ám, hogy az ujjai számolta a dallamát, a metrumát a prózaszövegnek, hogy jól jönnek ki a szótagok, jól jön-e szépen zenére egy mondat. Ez az ember nagyon komoly ember volt, és hogy milyen morális komolyság volt benne, az ugye 44-ben, 45-ben, amikor megírta a végrendeletét, és az ápolt első zsidó származású feleségének a védelmében mindenre kész lett volna, de túl ezzel a hősiességgel, amely valóban abban is megnyilvánult, hogy ez a vándormadár típusú ember, Molnár Sárit, az első feleséget oly sokat ápolta. Túl ezen Terszánszkiban egy alapvető, nagyon mély moralista is lakott, és azt gondolom, hogy nem szabad a szexuális erkölcsöt és a szexuális szokásokat, az erotikus megnyilvánulásokat összecserélni a tényleges erkölcsöt. Az, hogy Terszánszki csapodár volt, az legkevésbé a feleségét érdekelte, és a róla fönnmaradt történetek azok a magánügy kategóriájába tartoznak. De azok a morális tézisek, amelyek szerint Terszánszki az életét vezette, azok vezették a tollát is. És ezek a morális elgondolások egy mélyen emberarcú, kiegyensúlyozott
a jogok egyenlőségén alapuló társadalomnak nem egészen utopisztikus és nagyon valóság közeli képe ebben a két most megjelent regényben is jelen van. Mesék a Biblia világából. Ez lesz a következő kötet, Marguerite McAllister, aki a kötet szerzője és a magyar szerzővé vált fordítót, bemutatom dr. Baksai Juditot, akit azért is nagyon nagy szeretettel köszöntünk itt, mert ez az első fordítása volt, és olyan a könyv, hogyha kézbe veszik, hogy ezt nem fogják nekem elhinni, hogy ez az első fordítása volt. Egy nagyon nehéz szöveggel kellett megbirkózzon, erről majd még később beszélünk, és hát bibliai történetek női szemmel, olyan női szemmel, ami hát arra vonatkozik leginkább, hogy hogy lehet közelhozni, családiassá tenni, belakni a Bibliát, közelhozni a gyerekekhez, vagy azokhoz a felnőttekhez, akik közelítenek lassan az iskolai oktatásnak köszönhetően a gyermeki felfogáshoz, hogy gonosz is legyek. Baksai Judit elvállalta ezt a fordítást, és hogy tudott vele megküzdeni? Tehát a Bibliához állandóan nyúlnia kellett nyilván, hogy ellenőrizze, és ezektől a történetektől kell-e valami hitelességet egyáltalán várni, és ha igen, milyen mértékben? Igen, az írónő kiválasztott 10 női alakot a Biblia világából, és köréjük szőtt tulajdonképpen egy történetet. Ezek a történetek nagyon kedves történetek egyébként. Soha nem ellentétesek azzal, ami a Bibliában van, ilyen szempontból hitelesek. De többek annyiban, hogy az írónő a maga irodalmi vénájának megfelelően köréjük szőtt egy történetet, helyenként olyan alakokkal, akik nem is szerepelnek a Bibliában, Pilátus feleségének a szolgáló leánya például nyilván nem szerepel, akit ő itt név szerint is megnevez például. Bűbájosak a történetek, és bűbájosak a rajzok. Én lehet, hogy egy fordítónak nem kell érzelmileg viszonyulnia ahhoz az anyaghoz, amit fordít. Szóval nem szerette? De én menet közben szabályosan beleszerettem ezekbe a figurákba. Nem tudtam ezt a könyvet nem szeretni, szóval, és én remélem, hogy mindenki, aki olvassa, így fog érezni. Hadd mutassam be majd Tényi Zoltánt is, aki József Attila díjas író, műfordító, egy tucat regény szerzője, és 150 fölött van azt hiszem a fordításainak száma, valamint a Móra kiadónak volt több évtizeden keresztül, a nem is tudom hány évet, 56-tól kezdve az mennyi, 60 év a szerkesztője, és hát hatalmas életút van mögötte, és ezt kamatoztatja még most is, nyugdíjba soha nem fog menni szerintem, és hát a kontroll szerkesztést ő vállalta ennél a könyvnél. A nyelvezet ennek a könyvnek én úgy gondolom, hogy elég egyszerű volt, és akkor finom úrinő voltam eredetileg az angol nyelv. Igen, véletőleg az írónő szándékosan leegyszerűsített ezt a nyelvet, és nekünk aztán gondoskodnunk kellett arról, hogy közelebb emeljük a Biblia fordítás nyelvezetéhez, amely több szinten magasabb, mint amit McAllister ott angol nyelven produkált. Nyilván az ő olvasó közönségének ez felelt volna meg inkább. Ami pedig magukat a történeteket illeti, azokon valami bűbájos feminizmus árad el. Én persze szintén lekaptam azonnal a Bibliát a polcról, és próbáltam egyeztetni, de hát Noéról tudjuk, hogy ki volt. A Bibliában a hitvese, Noé anyó nem szerepel.
természetesen, holott nyilván volt, hát Sémnek, Hámnak és Jáfletnek kellett, hogy mamája legyen, és kellett egy józan asszonyi ész is az óriási katasztrófa kellős közepében, mert mégiscsak Noé anyónak volt annyi esze, hogy a nagy vízözön előtt összeszedte azokat a növényi magvakat, amelyeket aztán a vízözön után elültetett, hogy etetni lehessen azt a rengeteg állatot, amelyet a férje ugyan megmentett, de ahhoz már nem volt annyi esze, hogy gondoskodjék a táplálékukról is. Ehhez kellett ugye Noé anyó, és így tovább valamennyi történetben, mint utóbb kiderül, hogy az élet értelme a női lélek és a női leleményesség letéteményese. Az alma története. Minden bizonnyal a hosszú, fárasztó út tette, de mégsem bírtam ki addig. Amikor a fájások egyre erősebben és rendszeresebben jelentkeztek, tudtam, hogy kitelt az időm. Gyermekem jelezte az érkezését. Nem tudtam kivárni, míg hazaérkezünk, és biztonságban lehetek a saját ágyamban, anyám közelében. Az öklömet harapdáltam, hogy ne kiabáljak. Nem csak a fájdalom gyötört, hanem a félelem is, mert nem tudtam, hogy mi vár még rám, és mit kell ilyenkor tenni. Már abban is kételkedni kezdtem, vajon láttam-e egyáltalán azt az angyalt azon a tavaszi napon? És ha igen, ugyan hol lehet most, amikor olyan nagy szükségem lenne rá? Azt hiszem, sikoltoztam is, mert benyitott az istálló ajtaján a házi asszony, és csípőretett kézzel közölte, hogy hagyjuk abba a lármázást. Amikor azonban meglátta, hogy vajódok, merőben megváltozott. Elszaladt és vizet hozott, meg tiszta vásznakat, sőt, egy póját is, hogy abba bugyoláljam a csecsemőt. 5 perc múltán már a karomban tarthattam Jézust, az én babámat, az én fiacskámat. Kis kezét összeszorította, hunyorgott a lámpafényben, és már is elfelejtettem minden fájdalmamat. A házi asszony kivette a szénát a jászolból, hogy kiságyat rögtönözzön Jézus számára. Nekem meleg italt és egy almát hozott, és azt mondta, ennem kell, hogy megőrizzem az erőmet. Ketté vágta az almát, és akkor tűnt fel nekem, hogy a magháznak csillagformája van. Amikor Józsefhez fordultam, hogy megmutassam neki az alma csillagot, égi világosság szűrődött be az istálló tető hasadékain át, és úgy csillogott, mint napfény az ezüstön. Megpillantottam egy másik csillagot, ezúttal egy igazit. Az ég alján tündökölt, ragyogóbbat nem láttam még sohasem. Nézd csak azt a csillagot, szóltam Józsefnek, és amint föltárta az ajtót, hogy kinézzen, muzsika áradt be az istállóba. Sohasem hallottam még ilyen gyönyörű zenét, mégis mindjárt ráismertem, és hálával telt meg a szívem. Az angyalok énekeltek a királyuknak, mégsem hagytak el engem. Kiszedegettem az almamagokat, és eltettem mindet, hogy hazavigyem őket. Otthon majd almafát nevelek belőlük, amely majd együtt növekszik Jézussal. A következő kötet Bálint Ágnes Lepke az írógépen című könyve. Pintér Borbála irodalmár és magyar tanár, aki bemutatja ezt a kötetet nekünk. Én mindig valahogy sokkal mozgalmasabbnak képzeltem ezt a világot, amit ő a televízióban, az is volt dramaturgként és íróként vitt. És aztán ez a kötet, ez a Lepke az írógépen, ez valami egészen akvarellszerű, egészen más. Hát igen, nyilvánvalóan más világ
körvonalazódik ebben a könyvben, mert azért itt Bálint Ágnes a saját gyerekkori történeteit írja meg. És az, hogy milyen egy meséírónak a gyermekkora, és milyenek a meséi, azok, ezek nem feltétlenül függnek azért össze. Itt azt kell szerintem azért érdekes ez a könyv ma, egyrészt azért, mert nekünk, azok a szülők, akik mazsolán nőttek föl, meg most is azért vannak még gyerekek, akik ismerik ezeket a Bálint Ágnes történeteket, ők egyrészt egy másik aspektusból is megismerhetik a szerzőnőt, de azt gondolom, hogy ez inkább a szülőknek fontos. A gyerekeknek pedig, tehát amikor azért gyerekkönyvet választunk, azért mégis elsősorban a célközönség a saját gyerekünk. Nyilvánvalóan a szülőként azért az ízlésünket nem tudjuk megkerülni, de azt gondolom, hogy ez a könyv inkább egy olyan fajta magatartásmódra hívja föl a figyelmet, ami manapság nem nincs annyira az előtérben. Tehát inkább azok a történetek vannak akár a rajzolt világban, tehát akár a gyerekek által ugye gyakran nézett mindenféle animációs műsorokban az előtérben, akár azért a mesék, az írott mesék körében is, amelyekben aktív figurák vannak, tehát megoldják, felmásznak, kalózvilágba kerülnek, ott is csomót kötnek, tudják, kis James Bondok valójában, akik remekül állnak helyt újabb és újabb fantázia világokban. Nem mondok konkrét példákat, de azt gondolom, hogy mindenki fejében azért több történet elindul ennek hatására, és ez a könyv pedig egy egészen mást mond. Azt mondja, hogy valójában a kaland nem kell elutazni semmilyen távoli világban, a kaland az itt van előttünk. Mert a kaland az, ami, tehát igenis körülöttünk is van egyfajta élet, és ezt az életet szemlélni, ezt megismerni, ez egy ugyanolyan nagy kihívás, egy ugyanolyan nagy kaland. Szülőként is hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a hangos és látványos eredmények, az aktív tevékenység az, ami az elsődleges, de közben pedig erre a csöndesebb és ugyanolyan aktivitást igénylő befogadásra szükség van ahhoz, hogy a körülöttünk lévő világot megismerjük, abban tájékozódni megtanuljunk, és ott valahogyan az otthonunkat fölismerjük. Mit ad ez a mai gyerekek világától talán nehez, távolabb eső és számukra nehezebben megközelíthető befogadási mód? Ez a passzív szemlélődés, amiből kibomlik egy világ, tehát nem kell szuper játékokat venni ahhoz, hogy boldog legyen egy gyerek, hanem a gyufaskatujából is házat tud építeni szépen a fiókos szekrénykét, vagy nem tudom mit az állatkáinak. Tehát ez megközelíthető lesz ez ma a gyerekeknek? Nem gondolom, hogy generációk között oly nagy szakadék lenne, amikor erre kerül a sor, akkor mindig azt mondom, azt a példát szoktam erre mondani, hogy amikor Platón nyilatkozik Arisztotelészről, nem tudom, hogy kinek mennyire van az emlékezetében az a történet, ahogy nyilatkozik róluk, hogy hát ez a most felnövekvő generáció, na hát ezek aztán, ők aztán már végképp semmire se lesznek jók. És azt gondolom, hogy tehát én tanárként mindenképpen ezt az álláspontot képviselem, tehát én tisztelem ezt az ifjúságot is, meg az örökké új ifjúságot is, ebben a könyvben a természeten van a hangsúly, tehát valóban a kígyók, békák, hangyák megismerésén, és ez a mai gyerekeket nyilvánvalóan egy kicsit máshogy, de körülveszi. Inkább a könyv azért nem annyira didaktikus, mint amennyire mi így igyekszünk egy ilyen didaktikus beszédbe beletuszkolni, hogy mindenképpen azt a befelé forduló gyermekkori magatartást, az mindenképpen a tekintetben megnyugtathatja akár a benne élő gyermeket, akár pedig a szülőket. Tehát arra gondolok, amikor a Bruno Bettelheimnek van valami ilyesmi fogalma, azt hiszem erre a fejlődés lélektanban, hogy van ez az előkészület állapota, amikor ez a Csipke Rózsika történet, a bebábozódás, hogy szükség van az alvásra ahhoz, a hosszú-hosszú alvásra ahhoz, hogy egy másik állapotban a már nem gyermek föl tudjon ébredni. És ezek a történetek, tehát mindenkinek van ilyen korszaka. Tehát lehet, hogy az nem abban az időben következik be, ahogy a régi szakkönyvek megírták, hogy mikor kell elkövetkezzen, de azt gondolom, hogy ilyen 6 és 12 éves kor között mindenkinek eljön ez az ideje. Vannak nyilvánvalóan már sokkal korábban befelé forduló gyerekek, de ez a koncentrált, körülöttem lévő, apró, engem körülvelő mikrovilágra való odafigyelés, ez minden gyereknek a fejlődéséhez hozzátartozik. Irénke, Tódor és a többiek. Juci néném, édesapám nővére,
csak néha szokott vendégeskedni nálunk, egyébként a fővárosban élt. Egyszer, mikor hazautazott, édesanyám adott vele egy kendermagos jércikét. Vidd el, majd levágod, finom paprikást főzhetsz belőle a sógornak. Lajos bácsi, Juci néném férje vegyes érzelmekkel fogadta a jércikét. Ki fogja ezt levágni? Majd a szomszédasszony, mert hogy én nem, az biztos. A szomszédasszony nem volt otthon. A jércike pedig oly kedvesen nézett Lajcsi bácsira, mintha azt mondta volna, meglásd, össze fogunk barátkozni. Össze is barátkoztak. Lajcsi bácsi süteménymorzsával etette, elnevezte Irénkének, és kijelentette, hogy soha ne egyen paprikás csirkét, de Irénkét nem engedi levágni. Irénke ettől kezdve családtagnak számított. Ebéd után felcsipegette az asztal alá hullott morzsákat, de ha keveselte, felröppent az asztalra is, megnézni, nincs-e valami maradék. Később annyira elszemtelenedett, hogy nem csak ebéd után, hanem ebéd közben is fellátogatott az asztalra, és kilopta a tányérból a húst. Késő ősszel tojta első tojását. A cserépkája mögötti homályos zugba járt tojni, s utána mindig olyan harsány kotkodálásba kezdett, hogy visszhangzott tőle az ötemeletes pesti bérház. Ezért azután, bármennyire fájdalta is Lajcsi bácsi, Juci néném visszaszállította Irénkét nagyanyámhoz. Tavaszra megkotlott, és büszkén vezetgette 19 kis kendermagos csibéjét. Nagyanyámék egy időben pulykát is tartottak. A pulyka kakast elnevezték Tódornak. Hatalmas, nagy állat volt. Ha bement a konyhába, kényelmesen tudott az asztalról enni. Evett is, amikor csak szerétejthette. A mákos tiszta volt a kedvence. Vörös nyaka és horgas csőréről lelógó fityegője miatt eleinte féltem tőle, pedig sohasem bántott. Békésen sétálgatott az udvaron naphosszat. Az egyetlen, ami kihozta a sodrából, ha egy felnőtt fürdőruhában mutatkozott előtte. Márpedig nagyanyámék vízparti házikójában nyáron mindenki fürdőruhában járt kelt. Tódor ilyenkor odaállt a tornácra és leste, mikor lép ki valaki fürdőruhában az ajtón. Ezért a felnőttek inkább az ablakon át közlekedtek, mert Tódor, ha feldühödött, csőrével, szárnyával, karmával támadt az emberre. Nagyanyámnak mindig ilyen különös állatai voltak. Berci, a nagykos, játékos kedvű jószág volt, szerette, ha vakartuk a homlokát, vagy a ropogós, keményre száradt kenyérhéjat adtunk neki, de ha valaki hangosan kiabált, feldühödött. Hátrált néhány lépést, azután leszegett fejjel neki rohant, mint egy tank, s olyat öklelt rajta, hogy az felbukfencezett. Egyszer én is megfeledkeztem róla, hogy Berci a hátam mögött legelészik. Mérgesen rákiabáltam a kutyára, mert elvitte a labdát. A következő percben olyan lökést kaptam hátulról, hogy berepültem a tyúk udvarba. Fáni, a kecske, az újságpapírt szerette. Vasárnaponként már kora reggel odaállt a felső kapuhoz, mert tudta, hogy vasárnap vastagabb újságot szokott a postás bedobni. Egyszer láttam, amint nagyapám versenyt futott vele. Fáni volt a gyorsabb. Mire nagyapám lihegve odaért, már megette a fél újságot. A Holnap kiadó az nem csak egy nagyszerű könyveket kiadó, hanem igen bátor is. Ez abban nyilvánul meg, ölt testet szó szerint, hogy Puzsér Robertet hívta ide most meg a következő kötet bírálatára, a szigorú szavú Puzsér Robertet, aki hát magyar történelem szakos tanárként azt hiszem, hogy abszolút a helyén van ebben a dologban is. A kötet címe nem én vagyok Bin Laden, Je m'appelle pas Bin Laden. Bernard Chamba a szerzője, egy francia ember, ami azért érdekes, mert egy olyan erősen kirekesztő hajlamú népnek a fia, ugyebár
és nem francia történetet dolgoz föl mégsem, hanem ezt a bizonyos ominózus 2001. szeptember 11-i drámát egy gyermeki barátság történetében, Puzsér Róberti Asszon. Én ezt a könyvet, ezt nem vagyok hajlandó gyerekkönyvnek tekinteni. Ez nem kerülhet gyerek kezébe. Tehát ez ki van zárva. Tehát az van ide a hátuljára írva, hogy 8 éven felülieknek, tehát ez a felirat, ez gyermekvédelmi hatóságért kiállt. Tehát a Maci Olvas című általános iskolai olvasókönyvet követően a gyerek kezébe adni a Nem én vagyok Bin Laden című könyvet, ami a kis főhős Nasszír, azon szemlélődik, de ilyen kisgyerekek szeretik az ilyen szemlélődést, az ilyen kis percepciónokat figyelni, a kis dolgokat a világban, hát a kis Nasszír is figyeli, ahogyan emberek ugrálnak ki az ablakon és zuhannak, és mindig behunja a kis szemét, amikor azok lacsannak egy ideiglőige az aszfalton. 8 éves gyerekeknek mindezt. Én ezt soha nem adnám a gyerekem kezébe, ezt a könyvet. De másképp is lehet értelmezni ezt a könyvet. Hogyha én ezt úgy értelmezem, ezt a könyvet, mint egy felnőtteknek szóló, figyelmeztető szándékú művészi performance-t, akkor már tudom értelmezni. Valami olyasmiként tudom értelmezni, amilyen a Lego Auschwitz. Létezik Lego Auschwitz, sosem került forgalomba. Azt kell tudni, nagyon érdekes és nagyon különleges művészi performance-ról beszélünk. Volt egy, ha jól emlékszem, norvég művész, aki a Legóval letárgyalta azt, hogy egyetlen egy példányt azt gyártsanak le az ő számára Lego Auschwitzból, soha ne kerülhessen a játékboltoknak a polcaira, tehát ne kérhesse ezt a kisrác karácsonyra lehetőleg, de egyetlen prototípust a Lego gyártson le az ő számára, és ő azt összerakta, és legyártott belőle egy Lego Auschwitz-Birkenaut, amiben pontosan leképezte a Lego világában, a Lego karakterisztikájával Auschwitzot, és vannak benne valóban csontássoványodott kis Lego figurák, akiket hajtanak be a Lego SS katonák a gázkamrákba. Tehát, hogy ez megvalósult, és volt egy kiállítás, ahol ezt bemutatták, és hatalmas sikere volt, mert én azt gondolom, hogy ez egy zseniális koncepció, amennyiben ez egy műalkotás. Most, hogyha valami ilyesmi szemszögből, vagy valahogy ilyen módon közelítünk ehhez a könyvhöz, akkor ez egy érdekes művészi performance, egy nagy figyelmeztetés, egy velünk élő antiutópiáról, egy olyan világról, amitől félünk, vagy amiben nem szeretnénk élni, de valahol már is benne élünk. Egy olyan világról, amelyik egyáltalán nem tűri elő maga kritikáját, és ami már 8 éves gyerekek fejébe bele akarja verni a polkorrekt gondolkodást, és a polkorrekt beszédet, és a multikulturális társadalomnak az életelveit. Már 8 éves gyerekekbe. És akkor itt olyan dolgokra asszociálhatok, mint például a kulturális forradalom Kínában, vagy akár a Szovjetunióban, akár a 70-es, 80-as években is voltak olyan gyermekkönyvek és olyan mesék, amik a hős úttörőről szóltak, akik feljelentették a szüleiket, akik szamizdatot olvastak például. Tehát, hogy ez a kisgyerekeknek a 8 éves korban a politikai doktrínákra való ránevelése egy olyan korban, ami abszolút alkalmatlan erre, de még azt kell, hogy mondjam, hogyha esetleg nem 8 éves lenne az, akinek ezt olvasni szabad, hanem mondjuk 18, tehát az lenne ideírva, hogy 18 éven felülieknek, akkor is azt mondom, hogy nem egyetlen narratívát kell egy 18 éves rác elé állítani, és mondani azt, hogy ez a mi világunknak, vagy ez a mi társadalmunknak az életelve, mert hogy ugye mindegyik ideológiának megvan a nagy utópiája.
az államszocializmusnak a kommunizmus volt a nagy utópiája, amikor majd nem lesz pénz, amikor majd mindenki a szükségleteinek megfelelően részesül a közös javakból, stb. Hát ez mára megbukott. De a mai ideológiának, ennek a úgynevezett multikulturális társadalomnak, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy ennek a szabadpiaci liberalizmusnak is van egy nagy eszménye, egy nagy álma. És ez pont az a multikulti világ, amit ez a könyv megjelenít. És amit ez a könyv diktál. Ahol a különböző tradíciójú emberek, azok szépen lassan felolvadnak, vagy feloldódnak egy nagy közös masszában, és ez a szabad világ. Ez a szabad világ. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy elveszítik teljesen a tradícióikat, de feltétlenül azt jelenti, hogy ők maguk, mint például a kis Nasszír, ők amerikaiak. Ők pulykát esznek. És ők erre hivatkoznak is. 8 éves korukban, hogy ők pulykát esznek a hálaadáskor. Mert tehát, hogy őket tessék nem terroristának tekinteni, és ők megeszik ezért a pulykát. Pedig hát muzulmánok, de ők megeszik pulykát a hálaadáskor, mert ők amerikaiak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyébként ez a könyv, ez nem neokonzervatív. Tehát ez a pont a nagyon félti is az amerikai társadalmat az előítéletektől. Ez nem a neokonzervatív, hanem ez egy kifejezetten egy liberális narratíva. Csak azt gondolom, hogy ez egy propagandakönyv. Ez ennek a liberális narratívának a propagandája, amivel 8 éves kisgyerekeket támad, és hát a sztorinak ráadásul van egy nagyon sötét, barbár happy endje. Hát a történetnek az a vége, hogy eltelik 10 év, és éppen a kis Nasszír egyéb kis barátaival találkozik, akikkel korábban átélték ezeket a borzalmakat. Látták potyogni az embereket, szétlacsanni. És 10 évvel később jön a hír, éppen pattogatott kukoricát esznek, és valami baseballról beszélgetnek. Tehát hát feloldódtak az amerikai multikulti világban, amikor jön a hír, hogy meghalt Osama Bin Laden. És ők, akkor az újongás, hogy a pattogatott kukorica az csak így repül, mint a konfetti. Akkora a boldogság, akkora az ünnep, hogy meghalt a Közel-Keleten Osama Bin Laden. Egy 8 éves gyereknek szóló könyvtől azt várna az ember, hogy az ilyen, vagy ilyen nagy szakrális ünnepek legyenek azok, amelyek így a hétköznapokat megtörik, mint a karácsony, vagy a húsvét, vagy mondjuk kis Nasszírnak születésnapja van, ugye a muzulmánok is megszületnek, nem csak a keresztények. Tehát, hogy ezek lehetnének azok az ünnepek, amelyek a kis Nasszírnak az életét így bearanyozzák, de nem. Kis Nasszír akkor ünnepel, amikor meghal Osama Bin Laden a Közel-Keleten. És együtt ünnepel az amerikaiakkal. Ne, engedjük neki a kis Nasszírnak is, hogy amerikai legyen és ünnepeljen. Joga legyen ünnepelni akkor, amikor Osama Bin Laden meghal, annak ellenére, hogy muzulmán. Tehát, hogy ez az én számomra, ez a könyv, egy nagyon-nagyon sötét mementó, egy olyan világról, ahol már 8 éves korban ideológiai nevelés és ideológiai fejtágítás zajlik. És mint ilyen, nagyon érdemes volt elolvasnom, és a kellő riadalmat keltett bennem, úgyhogy a célját, ha ez volt, akkor elérte. Pindér Bori szeretne valamit hozzáfűzni? Tehát riadalmat azt szerintem, ezután az előadástán mindannyian érezzük, a gyomrunk összeszorul, de azért ez a könyv szerintem nem erről szól. Tehát, hogy biztos, hogy semmiféle politikai propaganda átadása nem volt cél, lehet így olvasni, nyilvánvalóan én is ismerek sokféle olvasási módot, és valóban, tehát azt gondolom, hogy ez a fajta performance-i megközelítés, ez is létjogosult. Azt gondolom, így egy kicsit belelátva a kiadónak az ötleteibe, tehát hogy nem ez volt a célunk. Tehát nem politikai propagandát akartunk tovább örökíteni a felnövekvő generációra, hanem inkább valami olyasmit tehát mi úgy olvastuk néhányan a kiadóban,
hogy itt arról van szó, hogy tehát kirekesztődik valaki azért, mert történik valami politikai esemény, vagy történik valami történik a világban, amihez neki semmi köze nincsen, azon kívül, hogy valahogyan nagyon távolról ő is éppen most azt a vallást vallja. És akkor ezt azt hiszem, hogy azért ezt így le lehet, tehát 8 éves gyerekeket én nem egészen tartom, tehát nem feltétlenül csak olyan meséket lehet nekik olvasni, mert mindig minden megoldódik. Mert ugye farkasok halnak meg, és boszorkányok sülnek meg klasszikus Grimm mesékben, tehát azért azok sem feltétlenül mind rettenetesen, tehát nem kerülik meg a problémákat, és itt is egy probléma nem megkerüléséről van szó, hanem egy problémának valamilyen fajta megközelítéséről van szó. Az, hogy azért, mert valamilyen vallást vallok, valamilyen színű vagyok, valamilyen társadalmi csoportnak a része vagyok, nem biztos, hogy én egyénileg felelős vagyok az mindazért, amit ők tesznek. És itt egy gyerekbarátság tönkremeneteléről van szó a 2001-es események kapcsán. Én is azt hiszem, hogy nem kifejezetten politikai propagandáról van szó. A kirekesztés formáit, ha csak körülnézünk, ugye Magyarország az az egyetlen ország a világon, amelyet önmaga határol, és a határon túl szintén honfitársaink élnek, és ha csak oda gondolunk, ott is csak azért, mert magyarul beszél, hányszor megverik, és nem tudom mi, minden inzultus éri. Tehát nyilván a gyerekeket, ezt a korosztályt ezzel a konfliktussal szerette volna megismertetni, konfrontálni a könyvben. Kétségkívül léteznek ilyen problémák. Nagyon sok olyan ember van, akit az anyanyelvéért, akit a bőrszínéért, akit a vallásáért diszkriminálnak, adott esetben meg is verik, adott esetben meg is gyilkolják. Ilyesmi történik. Valóban. Ennek mindig van valami mély társadalmi oka, tehát valami probléma, valahol a mélyben. Ezek nagyon-nagyon komplex és nagyon-nagyon bonyolult problémák. Tehát nem olyan egyszerű a világ, hogy le lehet budítani egy ilyet odáig, hogy ne bántsd a bőréért, ne bántsd a vallásáért, ne bántsd az anyanyelvéért. Ő is csak egy ember olyan, mint te. Tehát le lehet idáig butítani ezt a kérdést, de valójában minden ilyen tünet mögött valami súlyos társadalmi betegség, valami súlyos társadalmi trauma, valami kollektív neurózis áll. Ezeket a dolgokat meg lehet beszélni már egy 18 éves gyerekkel is. Talán el lehet kezdeni beszélni ezekről a problémákról egy 16 éves gyerekkel is. Egy 8 éves gyerekkel. Egy 8 éves gyerekkel nem hiszem, hogy szabad, és nem hiszem, hogy érdemes. Egyetlen egy kérdésem lenne. Te a 8 éves gyerekednek a kezébe odaadnád ezt a könyvet? Nekem csak 7 éves gyerekem van, úgyhogy majd egy év múlva fogom megválaszolni ezt a kérdést. De hát ő mondjuk egy... tehát igen, nem tudom, hogy odaadnám-e neki még ezt a könyvet, lehet, hogy bánnék vele egy évet vagy kettőt, de hogy ő felkészült arra, hogy erről beszéljünk, az biztos. Persze egy extrém helyzetben vagyunk, mert Kaliforniában jár állami iskolába, úgyhogy ő ezekkel a problémákkal azért találkozott már, de... Legyen az, hogy akkor egy év múlva ugyanitt ezt megtárgyaljuk, jó? Most egy nagyon érdekes könyv következik, nem mintha az eddigiek nem lettek volna nagyon izgalmasak. Az a cím, hogy a fatestű bárkától a tenger járó óriásig, Holló Szilvi Andrea és Dr. Zsigmond Gábor munkája. Itt ül mellettem, jobbomon Zsigmond Gábor, aki a BKV Városi Tömegközlekedési Múzeumának vezetője. Nagyon szépen hangzik ez a cím, és nem tudom, hogy tudják-e, hogy tömegközlekedés mióta létezik, és mitől. Ezt szerintem Gábor rögtön elmondja. Hát köszönöm, üdvözlök mindenkit én is. Köszönöm a kérdést, mert én végig azon gondolkodtam, hogy lehet majd csatlakozni a sokféle irodalmi gondolat után. Eszemült az, hogy a könyvben annyi sztori van, hogy gyakorlatilag olyan, mint egy tragikomédia, de erről majd később. Viszont a kérdésre válaszolva, tehát Budapesten az első tömegközlekedési eszköz egy hajó. 1820 óta az első menetrend szerinti járat az a gőzhajó volt, a Karolina, amit a feltalálója, építője Bernhard Antal a császárnéről nevezett el Karolinának. És hát azért a történet előzménye ez még annyit nagyon röviden, hogy 1807-ben találta fel Fulton Amerikában a gőzhajót. 1820-ban itt Pesti-Buda között
ez egy menetrend szerinti forgalommal fejlődött, úgy, hogy közben, amikor Fulton ezt a találmányt elhozta mindenféle, nem is vízi, de inkább diplomáciai csatornákon keresztül, akkor nagyon nem volt revevő senki, sőt a Bajor Akadémia azt mondta, hogy soha a Dunán nem fog gőzhajó közlekedni. Most egy pécsi, igazából lakatos mester megépítette ezt a hajót, és hiába jó marketing, a Karina végül is nem sokáig volt a vízen. Már úgy értem a jó marketinget, hogy tehát hiába próbált ő kedveskedni az uralkodói párnak. Ettől függetlenül innentől számítjuk a budapesti tömegközlekedést is, úgyhogy azóta is vízen vagyunk, azóta is vízen van a tömegközlekedés, és úgy, ahogy, valamennyire. Sőt, ma a BKV Flotterman van egy 1895-ös hajóteste rendelkező hajó is. Úgyhogy sok-sok-sok-sok ága, boga van szerintem ennek a dolognak. Sőt, itt gondolkodtam azon, pont a villamosokra látok, hogy mi is egy kötött pálya, ugyanúgy, mint a Duna. Tehát végülis azért sok ilyen fura párhuzam jutott nekem eszembe közben. Talán annyi a különbség, hogy a Dunahoz még vágányt sem kell építeni. Az az izgalmas ebből a könyvből szerintem, hogy itt beszélünk több ezer hajóról, ami itt épült Budapesten. Valószínűleg nem véletlenül, mert Duna közepén van a város, ez egy elég szerencsés fekvés. A Duna ráadásul Európa egyik legfontosabb közlekedési útvonala, a 7-es számú Helsinki koridor, hogyha ilyen nagyon szakmailag akarunk fogalmazni, tehát egy nemzetközi szállítási útvonal. Több ezer hajó jár egyébként a Dunán. Most itt Budapesten, ami például elmegy akár éppen ezekben a percekben mellettünk, nem messze itt a Duna parton, mondjuk egy úgynevezett 7-es kötelék, egy ilyen hajó kötelék, az 550 kamionnyárút viszel mellettünk. Tehát olyan dolgoktól szabadítja meg ezt a várost, hogy sokszor eszünkbe sem jut, és közben ilyen hajókból 1000 számra épültek itt Budapesten. Úgyhogy szerintem ez a könyv annyiban nagyon izgalmas, hogy egyfelől bemutatja azt, hogy valaha itt generációkon keresztül volt hajógyártás Budapesten, de onnan, hogy hajóépítés, vagy a hajót inkább építik és nem gyártják, de hát mégiscsak ipari mennyiségről beszélünk, úgyhogy igazából mind a kettő szó helyén való valahol. De több ezer hajó épült itt meg, és a családok ezreiről beszélünk, akik ebben valamilyen módon érintve voltak. Generációkon keresztül mondjuk Óbudára jártak folyamatosan dolgozni, és mondjuk a rendszerváltási. Tehát igazából a Gans Danubius hajógyárat 2000-ben törölték a cégjegyzékbe, és ma is közlekednek a világvízen olyan tengeri hajók, amik itt épültek Budapesten. Az jutott még eszembe, bocsánat, hogy olyan abszurd történt az egész, és már a 70-es években is nevezték egy kis magyar abszurdnak, hogy a tengertől 1650 kilométerre tengeri hajókat építenek, tehát több század ráadásul, és ma is közlekednek kínai, meg indonéz, meg líbiai, meg máltai lobogó alatt olyan hajók, amik itt épültek valaha Budapesten. Úgyhogy szerintem ebben a történetben annyi minden belefér, meg annyi abszurd történet van, hogy szerintem tényleg, ha lehet azt mondani, akkor most mindenki is mondom, hogy érdemes tényleg elolvasni ezt a könyvet. És érdekes módon az is kiderül ebből a könyvből, hogy a politika, a sorsfordulók, a társadalmi változások, hogy milyen hihetetlenül lecsapódnak egy hajógyár történetében. Egészen furcsa, nem gondolná az ember, hogy hát hogy jön ez. Hát nagyon, most gyorsan fölvillantok csak két-két mondattal egy pár ilyen eseményt. Egyrészt a óbudai hagyógyárban 30 éven, közel 30 éven belül érték meg azokat a világpolitikai eseményeket, ami családok életét határozta meg. 18-ban összeomlott a monarchia, ez a gyár, ez egy osztrák tulajdonú gyár volt. Összeomlott a monarchia, aztán a néhány évvel később, 38-ban az Anschluss követően német tulajdonába került a gyár, fölhúzták a rokkeresztes lobogót, a Hermann Göring Werke tulajdonába került az üzem, minden velejárójával együtt. Aztán 45-ben pedig szovjet állami tulajdon lett. Tehát olyan mértékben megjelenik a politika egy ilyen gyár történetében, és itt hangsúlyozom, ez nem is annyira, nem egy gyár történet írtunk meg olyan értelemben, hogy itt most nem oldalakon keresztül statisztikákat és távozatokat közlünk, de nyilván ezek alapján egy hiteles bemutatás készült. Még a történeti dolgokhoz még annyi, hogy akkor, ha már Óbuda, akkor ugye mindig ilyen egyet-egyet arányban, mert hogy eredetileg is úgy nézett ki, hogy Óbuda volt osztrák az Újpest angyalföldről, meg a magyar hajógyártás helyszíne, de hogy akkor az utóbbiról is egy sztori. A második világháború után jó 10 évig egyáltalán nem építettek magyar lobogó alá hajókat. Miközben százával épültek szovjet jóvátételre, megrendelésre magyar hajók. A abszurd az is, hogy egyébként először a szovjetek gőzhajókat rendeltek, lapátkerekes gőzhajókat, amiket már Európában már jó régóta nem használt senki. Azzal indokolták, hogy ehhez megvolt a
akkoriban azért kicsit finomabban fogalmaztak, meg volt a szakértelem és a tudás üzemeltetői oldalról is a szovjet félnél. Tehát tulajdonképpen réges-rég elavult hajókat rendeltek, meg is lepődtek a magyar mérnökök is ezen, de a lényeg, hogy bő 10 éven keresztül semmi nem épült magyar lobogó alá, miközben a magyar hajózás az a II. Világháború után aztán végképp romokban hevert, és ez sokáig így is maradt. Amikor az első ilyen hajót megépítik, amit már a magyar igények figyelembevételével készítenek, ezt 57-ben hagyják jóvá. Talán nem véletlenül a Hazám nevet kapja a hajó, lehet, hogy 56-nak van ebben némi szerepe. És ez a Hazám nevű hajó elkészült, úgyhogy úgy engedélyezték, hogy ez a gyárnak a 12. tengeri hajója abban az évben. És miután kiderült, hogy meg tudják építeni mondjuk a 12. és 11. után, ezúttal elvártak, hogy minden évben 12 épüljön. Aztán ennél már csak abszolút apanyag, a szovjet elvtársak megérkeztek és látták, hogy milyen szép ez a szürke hajótest, mert hogy a magyarok a két háború közötti dizájnt választották és szürkére festették a hajót, míg a szovjetek mindig feketében kérték a hajótestet. A gyárban álló fekete testőjöket is átfestették szürkére, és ennyitől fogod csak szürke hajókat fogadtak el a magyaroktól. Szóval tel is tele van olyan ilyen abszurd történetekkel ez a könyv. Arról meg már nem is beszélve, hogy ebben az időszakban az 50-esek micsoda elképesztő munkaversenyek, meg filmgyűjtési mozgalmak voltak, amiket itt azért természetesen leírunk, mert hogy úgy gondoltuk, hogy ennek is helye van itt. Itt tegyük hozzá, hogy még azért a korábbi időszakban is zárójelbe jegyzem, hogy a 80-as évek közep óta nem nagyon jelentek meg hajógyárakról monográfiák. Legfeljebb egy-egy rész tanulmány, vagy egy-egy helytörténeti kiadvány. Hát természetesen le kellett írnunk azt, hogy ebben a munkaversenyben írdatlan mennyiségű múzeális érték semmisült meg, régi iratok, amit akkor értek, hogy barokkos motívumokat égettek el, mert hogy hát, miért is kell ez a mi haladó világunkba, és azt is olvastuk többször ezekben a régi iratokban, hiszen itt levéltári forrásokat is, és szakirodalmakat, folyóiratokat is, újságokat is, sok mindent átnéztünk. És hát elképesztő volt azt látni, hogy ők ezt a nemzeti eskedő szellemet, ezeket a sokszor vallási jellegű egyesületeket is mind-mind természetesen bezárták. Közben persze a munkásoknak jártak a évi több millió forint értékű védőital, védőétel, bármit is jelentsen az, védőétel is járt, sőt a pezsgőgyáros törlejéknek a villájából is természetesen munkás szálló lett. Úgyhogy 10 emeletes lakóépületeket építettek, szóval egy egész izgalmas szociális hálója volt ennek a hajógyáraknak, 3 bölcsőde, 2 óvoda, szóval most nem akarom sorolni, de hát azért itt egy egészen. Szóval kicsit olyan volt a dolog, mint egy állam az államban, és szerintem ez a könyv arról is egy picit beszél, vagy szerettünk volna abba is betekintést adni, hogy milyen is volt igazából ilyen szocialista nagyvállalat, tehát tényleg egy állam az államban jellegű üzem, és hát főleg az angyalföldi, amihez az akkori pártvezetés egy része is kötődött, azért valóban a rendszer erős bástyája volt. Ezt többször hangsúlyozták ők is. Ugye, hogy nem gondolták volna? Tessék csak nyugodtan tapsolni. Az utolsó könyvünk, Lajta Béla, monográfia, Gerle János, Csáki Tamás és Klein Rudolf munkája. Ez egy fantasztikusan nagy dolog, hogy a sorozatban Lajta Bélára sor került, hiszen 1970 óta nem jelent meg róla az az utolsó monográfia, ami megjelent, és volt egy kiállítás 2010-ben, és hát nem sokat tudunk róla. Na most mielőtt a könyvről szót ejtünk, Gerle Jánosról mondjunk néhány gondolatot, hiszen ezt a könyvet még ő kezdte el, és ez a kiadónak a szép vállalása volt, hogy gyorsan be is fejezte ezt a kötetet, mint egy Gerle János emlékére is. Ja, Csáki Tamás. Köszönöm mindenkit. Hát igen, a építészet mesterei sorozat az Gerle János egyik fontos alkotása. Ezt 2002-ben kezdte el Épül Miklós életművével, és ahogy elhangzott ez a 14. kötet, és maga a sorozaton belül ez a korszak, tehát a századforduló építészete, a szecesszió építészete az egy külön hangsúlyal szerepel, tehát ugye itt nagyon sok korabeli alkotó kapott már könyvet Vágó Józseftől, Toroszkai Vígan Dedén át, Korbés Kirkl,
Komor és Jakab párosokig, tehát ugye ez a korszak volt Gerle János érdeklődésének, át Gerle János érdeklődésének középpontjába, és ugye ezzel a korszakkal kapcsolatos, nem ez az egyetlen természetesen fontos tette ennek a korszaknak a megismertetését, sőt azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen a 70-es években ő volt az elsők egyike, aki azt hiszem, hogy a Magyar Nemzetbe közzétett cikk sorozatában fölhívta arra a figyelmet, hogy itt vannak Budapest utcáin, ez a rengeteg nagyon érdekes épület, amiket ugye most nem nagyon sokra értékelünk, ugye akkor még a szecesszió egész századforduló az egy ilyen kicsit fura, félig meddig lenézett dolog volt, ami a korabeli hivatalos, úgy modernista felfogás számára azért kicsit ilyen kínos előd volt. Tehát a János tényleg a 70-es évektől kezdte ennek a föltérképezését, akkor még egy csomó közvetlen leszármazotthoz, sőt egy-két élő kortárshoz is fordulhatott. Ugye ezt a kutatásait 90-ben egy nagy korpuszba közzétette a századforduló magyar építészete, ő rendezte a korszakot bemutató első nagy kiállítást a Nemzeti Galériában, ő volt a installációjának a tervezője, tehát ő egész élete során sok minden mással is foglalkozott, tudjuk, de ez mindig végigkísérte ezzel a korszakkal való foglalatosság, és hát Lajta Béla ő számára is egy fontos személy volt, tehát ő szerette volna mindenképpen ezt a kötetet még itt megjelentetni. Akkor maradjunk Lajta Bélánál, ugye a 20. század első évtizedeinek emblematikus építésze volt, és igazán nehezen, tulajdonképpen Csáki Tamást kérem meg rám, mert hát művészettörténész végül is, azzal együtt, hogy az építészet a kenyere, de ő tudja talán meghatározni, nagyon nehéz behatárolni azt a korszakot, hogy az Art Deco-hoz is közelített, a szecesszió is, de nem tudom, hogy meg lehet határozni. Nem feltétlenül szükséges, hiszen Lajta Béláról azt tudni lehet, hogy nem teremtett stílus, de nem is csatlakozott semmilyen stílushoz kifejezetten, nem? Tehát nem lehet egyértelműen ide vagy oda-oda kötni, annál szabadabb volt az ő alkotása. Lajta Béla azok közé, az építészek közé tartozott, akik nem elégedtek meg azzal, hogyha egyszer rátaláltak valami nagyon készhez álló forma eszközökre, vagy egy kifejezésmódra, ami egyszer egy nagyon sikerült épületet sikerült megalkotniuk, akkor annál maradtak volna, és azt addig gyűlték volna, ameddig csak megbízásokat kaptak. Lajta egy ilyen nyughatatlan szellem volt, aki szinte minden épületében valami újat próbált, vagy új módon próbálta megalkotni. Nagyon jól látszik, hogy itt végig vesztük az egyes művein, hogy ő 905-ig nagyjából a Lechneri szecesszió jegyében alkott. Ő az, aki Lechner egyik legszorosabb tanítványa, és élete végéig hű követője. Ő fogja majd Lechner ravataláránál is a beszélt tartani, de ő hamar szakít talán a tanítványok közül legkorábban a Lechneri formanyelvvel is keres valami, a nagyon dekoratív, nagyon színes, nagyon villódzó dolog után valami nagyon egyszerű, nagyon archaikus, nagyon letisztult dolgot. Ez egy ilyen középkorias, egyszerű, nagyon primitív ornamentikát használó formanyelv, mondjuk a Rizsó utcai Malonyai villában, vagy a Wechselmann Fölö Bakok intézetében a Mexikói úton meg tud ragadni. Ami aztán más építészek kezé rendkívül népszerű lesz, és például ugye Kós Károly nevét, hogyha említjük, Kós és társai ezt az építészetet viszik tökére a 10-es évek elején, de amikor ők ezt az építészetet felhasználják ezeket a formákat, amit Kós le is írja az emlékezéseiben, hogy üldögél a Vajdahunyadvárban és rajzolgat még mérnök hallgató korában, amikor oda megy hozzá egy építész hallgató társa, és azt mondja, hogy hát nem ezt kéne rajzolni, ezeket a fura történeti formákat, hanem mutatok neked valami érdekeset, valami izgalmas, újszerű építészet. Ugye elviszi a Városliget melletti Izsó utcába, és akkor rámutat, hát, na hát ez valami igazán érdekes, ez valami igazán olyan építészet, amit az előttünk lévők nem tudtak, és Kóstnak ez egy ilyen nagy aha élmény, hogy tényleg ez, és úgy ír el az emlékezéseiből, hogy tulajdonképpen ekkor döntött el, hogy hát ő nem is mérnök akar lenni, hanem építész, és ugye át is jelentkezett a következő évben. Tehát Kósék ezt a Városmajori utcai iskolán, vagy a Vekerle telepen tökére viszik ezt a formát, addigra van a Lajta Béláról, ami egészen mást
csinál, és a Vas utcai iskolának, vagy a Párizsiának ezt a nagyon szigorú, nagyon geometrikus, nagyon redukált építészetét alkotja meg, tehát tényleg ez a soha meg nem elégedés az elért dolgokkal, ez rá teljesen jellemző volt. Klein Rudolftól arra kapnánk, azt hiszem, hogy a némiképpen felvilágosítást, hogy a motivumrendszer, a zsidó motivumok, mezopotámiai, a régi ősi elemek hogyan, miként tűnnek fel az épületeken, és mi ennek a jelentése, üzenete? Nagyon köszönöm a kérdést. Már sikerült elvernünk a porta multikulti fölött. Hát Lajta multikulti volt. Erre csak egy kis megjegyzésem lenne, hogy a pulykát a halál szerint lehet enni. Tehát a muzulmánok ehetnek pulykát. Lajtánál egyrészt van egy természetes csapongó hajlam, tehát ha a motivumrendszert nézzük, akkor annak egy része logikus. Zsidó motivumok, Lajta zsidó vallású volt, zsidó megrendelőknek is épített elég sokat, tehát ez magától értetődik. A másik a magyar motivumok, hiszen ő magyar zsidó volt, tulajdonképpen magyar volt, és ugyanígy a magyar motivumok is jogosak. Ami érdekes, hogy ez a kettő keveredik. És amit mindinkább vitatunk, hogy volt-e szimbiózis, vagy nem volt szimbiózis, ebben most nem mennénk bele. Ami érdekes, hogy további rétegek jelennek meg, megjelenik a skandináv nemzeti romantika. Miért jelenik meg? Azért, mert a Wechselmann intézet a korabeli finn építészetre rímel, hiszen felfedezzük a finneket, mint a barátainkat, akiket épp úgy elnyomtak minket az osztrákok, őket a svédek, aztán az oroszok. Létrejön egy ilyen magyar-finn kommunikáció, és ő az, aki elsőnek, erre már Tamás tett utalást, átveszi a finn nemzeti romantikus építészet egyes motivumait. Ami ebben különleges, az nem az, hogy motivumokat vesz át, hanem hogy ötvöz. Tehát van egy épület, ahol nagyon jó jött. Van egy menóra, amely, illetve kettő, amely egy esküvői sátrat, egy hüppét tart. Az intézet a zsidó hitközségé, tehát nyilvánvaló, hogy ilyen esküvői, zsidó esküvői sátor előfordul. Ami különleges az az, hogy ez egy skandináv ihletésű, finn nemzeti romantikus épületen, amelyen erdélyi motivumokat találunk, mezopotámiai motivumokat találunk. Ebben a köretben egyértelműen a multikulturális üzenettel jelennek meg. Ugyanakkor a motivumok egy része nem feltétlenül kötődik hagyományokhoz. Tehát megjelennek gőzmozdonyok, megjelennek hajók. Amikor a kereskedelem iskoláról van szó, hogy mit szolgál a kereskedelem, az ipart, akkor ilyen jelképek jelennek meg, de ezek mellett is lábjegyzetként, például az egyik mozdonynak a kereskedelmi iskola homlokzatán a tengelyét egy Dávid csillag takarja. Ami egy ilyen vicces utalás arra, hogy hát igen, a vasútépítésben, a monarchiában a Rothschild és a Pereira családok aktív részt vettek. A motivumokról beszélve még arról is szólni kellene, hogy a motivumok fokozatosan elfogytak. Tehát Lajtánál egy egyértelmű elmozdulás van a motivumépítészet, tegyük ezt most idézőjelben, és a modernizmus között. És valószínű, hogy Lajtának a nagysága ebben abban rejlik, hogy meg tudott szabadulni ezektől a partikularitásoktól, amiket ezek a motivumok közvetítettek, és létre tudott hozni egy univerzális, most megint nem akarom mondani, neoliberális, egy univerzális, a korabeli liberális filozófiának megfelelő modern építészetet. Megdöbbentően hamar jelenik meg nála a modern, és ami érdekes, hogy a modern nem egy váltás, nem egy kemény váltás, hanem a modern épületeken is még a motivumok mindig jelen vannak. Tehát egy nem forradalmi váltás van a szecesszió és a protomodern és a modern között, hanem egy evolúció. Talán ez a legnagyobb hozadék a Lajta művészetének. Nagyon szépen köszönöm. Hát el tudnánk még beszélgetni, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon igyekeztünk, hogy betartsuk a játékszabályokat, és nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy kitartottak mellettünk ilyen szép számban.
remélem, hogy megérte, és nézzék meg a könyveket, amelyek most féláron kaphatók itt a kiadó kis asztalkáján hátul. És további szép estét kívánok! Viszont.